Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. szeptember 2-án, szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Megemlékezés. Ruhaadományozás. Az 1944. szeptember 1-én ért bombatámadás mezőtúri áldozatairól, valamint a gulágra elhurcoltakról emlékeztek meg városunkban a Kossuth téren található II. Világháborús emlékműnél. A megemlékezésen Boldács László, a mezőtúri közművelődési és sport közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője mondta el emlékező gondolatait. A II. Világháború kitörésének évfordulóján az 1944. szeptember 1-én városunkat ért bombatámadás áldozataira és a gulágra elhurcolt mezőtúriakra emlékeztek a Kossuth Lajos téren található II. Világháborús emlékműnél. A himnuszt követően Bordács László, a mezőtúri közművelődési és sport közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője mondta el emlékező gondolatait. A 19. századi naív jóindulat és optimizmus helyébe a 20. században a cinizmus és a háborús gondolkodás lépett. Ebben a súlyosan terhelt században magyarországi sorsfordító események részese volt. Az első világháborút számára lezáró trianoni békediktátum a kezdetektől meghatározta a következő időszak legfőbb magyar célkitűzését. A lehetőség szerinti teljes revíziót, az elvesztett területek visszaszerzését. A külpolitika a II. Világháborúig gyakorlatilag ennek rendelt alá mindent. Ezt állította Magyarországot arra a kényszerpályára, amelynek során az 1930-as évektől a hitleri Németországtól várhatott segítséget etéren. A józanabból gondolkodók ekkor is pontosan tudták, hogy az 1938 és 41 között történt területi visszacsatolások nem lesznek örökérvényűek. Nem tévedtek. Az ország hamarosan törleszteni kényszerült. 1941 tavaszától tevőlegesen részt kellett venni a háborúban, gazdasága, fegyveres ereje fokozatosan a német célok szolgálatába állt, tartalékai fogytak, de nem lehetett visszalépni. Az akkor hivatalban lévő Kállai kormány ebben a helyzetben látszólag támogatta a harmadik birodalmat, de titokban békeegyezkedésekbe kezdett a nyugati szövetségesekkel. A németek figyelmét mindez nem került el, és mivel nem engedhették meg, hogy Magyarországot elveszítsék, 1944. március 19-én megszállták annak területét. A németek jelenléte a nyugati szövetségesek szemében nem megszállást jelentett, hanem azt, hogy Magyarország immár teljes mértékig a harmadik birodalom szövetségese. Március 19-e után ezért váltak rendszeressé és gyakorivá részükről a Magyarország elleni légitámadások. Ekkortól ismerte meg a civil lakosság nagyobbik része is a háború totális voltát, senkit és semmit nem kímélő pusztítását. Mindezek elől Mezőtúr sem menekülhetett. Az állandó légi veszély 1944. szeptember 1-én öltött testet, amikor az amerikai légierő gépei több kelet-magyarországi település vasúti csomópontjának bombázására parancsot kapva a város fölé érkeztek. A céltévesztett bombák a vasútállomás némileg tágabb környékét érték, és a teljesség igénye nélkül megrongálták a vasúti hidat, a Szőkeféle fatelepet, a mai Puskün úton működő, szerencsére éppen gyerekek nélküli óvodát, a környékbeli lakóházak közül többet, és teljesen elpusztították a vasút melletti Lakner szállodát, amely többet nem is épült fel. A szabadban meglepett lakosok próbáltak fedezékbe jutni, míg akik éppen találatot kapott épületben tartózkodtak, azok teljesen tehetetlenül, kiszolgáltatva kerültek szembe a légi csapással. A szabadban menekülőket még géppuska sorozat is érte, amely a bombákkal együtt 56 ember halálát okozta még aznap,
de a következő napokban összesen 64, csak nem fele részben fiatalkorú áldozata volt szeptember első napjának. A sok el sem halványulhatott. Az elkövetkező zaklatott hónapokban tovább fokozódott a civil lakosság kiszolgáltatottsága mezőtúron és a front haladtával országszerte. Előbb a németek és a vörös hadsereg harcai jelentettek közvetlen veszélyt, majd megkezdődött, nemtől függetlenül, a munkaképes lakosság összegyűjtése és a Szovjetunióba szállítása. Ezt az eljárást a szovjetek a háborús jóvátétel fejében alkalmazták az egykori háborús ellenfelek általuk megszállt országaiban, és következményként körülbelül 4 millió embert vittek erővel kényszermunkára. Az összeszedett civileket gyalog terelték a gyűjtőtáborokba, közülük sokan még útközben meghaltak a hiányos ruházat és ellátás miatt, vagy mert szökni próbáltak, és ezért lelőtték őket. A munka nehéz és sok volt, az ellátás elégtelen, a bánásmód embertelen, az időjárás könyörtelen. A szabadulásra éveket kellett várni, egyáltalán nem kis munka volt, ahogy először ígérték. A foglyok jelentős része nem is tért haza. Meghaltak, és nyom nélkül eltűntek valahol a nyomasztóan nagy országban. Szovjet tábori adatok szerint a magyar foglyok száma bőven meghaladta a 500 000-t, amelynek nagyjából egyharmada volt civil, a többi hadifogoly. Mivel azonban a gyűjtőtáborokban és a szállítás közben elhunytakról nem vezettek listát, az összlétszám legalább 300 000-rel több ennél a bő 500 000-nál. Ami mezőtúrt illeti. Jelenleg 274 helyi szeméről tudható, hogy gulágtáborba került. Emléküket 2016 ősze óta emléktábla őrzi a városháza falán. Sok és sokféle embert vittek a szovjetek kényszermunkára Magyarországról is. De egy valami közös volt bennük. Hazatértükkor jó orvoslatra, kártalanításra nem számíthattak. Sőt, megtiltották nekik a történtek minden nemű említését is. Ezek az emberek biológiai értelemben életben maradtak, de lelkileg tönkrementek, és még itthon sem volt lehetőségük gyógyulni. Bibó István egy alkalommal azt írta: a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Ennek megfelelően kell az utókornak is eljárni, mert mást nem adhat a félelemtől némán elhunytaknak, és az esetleg máig is hallgatóknak, mint a szabad és félelem nélküli emlékezést. Ezeket az embereket, sem a halottakat, sem az életben maradtakat senki nem kárpótolhatja. A légitámadás áldozatait sem. Az emlékezés és a nyílt beszéd az egyetlen, ami az utókortól telhet. Emellett igyekezzünk ne csupán emberként, hanem szimbólumként is gondolni rájuk. Annak jelképeként, hogy az ember nem tanul a múltban elkövetett hibáiból. A nagy háború után 20 év elég volt, hogy bizonyos legyen, nem tanult. Az új háború minden téren felülmúlta az előzőt. Totálisabb, pusztítóbb, tébolyultabb káosz, amely 10 millió áldozat helyett 50 milliónál is többet követelt. Ember embernek farkasa. Ez az ókori közmondás, melyet Plautus római író révén is ismerünk, s amely évszázadokkal később jelentős gondolkodók, filozófusok munkáiban is újra megjelent, a 20. században is bizonyította érvényességét. Mindez pedig ezután is aligha fog változni, ha nem tanul meg az ember okulni a hibáiból, józanul figyelni és látni, fékezni a magára és másokra is veszélyt jelentő önzését és érdekközpontúságát. A mezőtúri áldozatok sorsa, akikre most emlékezünk, példázza, hogy hová vezet a múlt nem ismerete, félremagyarázása vagy figyelmen kívül hagyása és az emberi gyengeségek, gyarlóságok elhatalmasodása. Ezt kellene szem előtt tartani minden időben, hogy a következő mezőtúri generációknak
ne kelljen az 1944. szeptemberi bombázás és a kényszermunkatáborok áldozatai mellett új katasztrófák új áldozataira is emlékezni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az emlékező gondolatokat követve a Siketek és Nagyot Hallók Irodalmi Klubjának műsora következett, majd a Történelmi Egyházak képviselői mondtak imát. A rendezvény az emlékezés koszorúinak és virágainak elhelyezésével zárult. A Barátyó Körös Több Célú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata az idén nyáron ruhaadománygyűjtést szervezett, amelynek a részleteiről Kádár Anikó intézményvezető nyilatkozott stábunknak. A Berettyó Körös Több Célú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata idén-nyáron ruhaordomány gyűjtési akciót szervezett. Hogyan sikerült ez a program, ez az akció? Azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. A háttérben talán látszik, hogy mennyi ruhát sikerült összegyűjtenünk. Több százan adományoztak ez idő alatt. Körülbelül 2 hónap volt a ruhagyűjtési akciónk, és rengeteg ruha gyűlt össze. Gondolunk itt a gyerekruhákra, a felnőtt ruhákra. Tehát ezúton is szeretném megköszönni minden mezőtúri lakosnak, aki úgy gondolta, hogy felajánlja még a használható ruhájait, hogy másnak még ki tudjuk osztani. Hogyan kerülnek kiosztásra a ruhaadományok, mekkora volt az érdeklődés ezek iránt? Mi mind az 5 településen, ahol ellátjuk tevékenységünket, osztottunk. Gondolok itt Mezőhékre, Mesterszállásra, Kétpó, Turkede és Mezőtúrra. Elsősorban ugye a hátrányos helyzetű gyermekeknek gyűjtöttünk, főként itt az iskola kezdésre gondoltunk, hogy mindenki nem csak az iskolatáskát tölthette meg ugye az adományokkal, hanem ruhákat is tudtunk osztani a gyermekeknek. Milyen típusú ruhák érkeztek többségében? Hát ez nagyon vegyes volt. A felhívásba is közzé tettük, hogy hagyatékot ugye nem szeretnénk fogadni, mert ezt nem tudjuk kiosztani. Ennek ellenére azért előfordult az is, hogy hagyatékot hoztak. Azzal továbbra sem tudunk ugye mit kezdeni, de nagyon örültünk a gyermekruháknak, ami szép állapotúak voltak, a cipők, játékok és a fiatal felnőtt ruházat tényleg nagyon-nagyon szép állapotú ruhák voltak. Az elején számítottak arra, hogy ennyi ruhaadomány fog majd érkezni? Nem gondoltuk. Ez azt gondolom, hogy a vártnál sokkal-sokkal több lett. Hát ha csak a tegnapi napot nézzük, akkor 46 adományozó volt, és egy óra hossza alatt. Tehát nagyon sokan gondolták úgy, hogy elhozzák és odaadják, hogy még tudják használni azok az emberek, akik rászorulnak. És hogyan működik ez a folyamat, a ruhák átválogatása, hogyan jut el ez a rászoruló családokhoz? Hát ez nagyon nagy feladat, és ezúton is szeretném megköszönni a kollégáimnak, mert szétválogatni, hogy gyerekruha, felnőtt ruha, és még használható, hát ez nem kis feladat. És ez mind rájuk hárul. Nagyon sokszor a szabadidejükbe önkéntes tevékenységet is végeznek, mert ez nem férne bele a munkaidejükbe. Azt gondolom, hogy az elmúlt 2 hónap
ez a vártnál sokkal jobban sikerült. Köszönhető ez nagy részt a kollégáknak is, akik válogatták, szétszették, és utána pedig eljutatják a rászorulóknak. Mennyi ideig tarthat még a ruháknak, adományoknak a kiosztása? Hát a kiosztása még biztosan egy-két hónapba beletelik, mert hogy nagyon sok. Viszont az átvétel az a tegnapi napig tartott. Hát még szándékunkban áll a későbbiekben is fogadni adományokat, de ezt egyelőre még nem tudom megmondani, hogy milyen időpontban el kell ahhoz fogynia a mostani adománynak, hogy tudjunk újabbakat fogadni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!